Hetedik alkalommal rendeztek számviteli konferenciát a Pécsi Közgázon. A tudomány, a szakma és az oktatás szolgálatában álló kétnapos programon olyan neves előadók tartottak előadást, mint Lukács János, a Magyar Könyvvizsgáló Kamara elnöke, de számos pécsi szakember is prezentált két kiemelt témára, a számviteli rendszer környezetében bekövetkezett változásokra és a számviteli szakma alakulására fókuszálva. A konferenciával egy időben hagyomány, hogy dr. Papp László közgazdász emlékére számviteli versenyt rendeznek vállalkozókedvű, magukat megmérettetni vágyó hallgatók számára. A lelkes diákok ebben az évben is megmutathatták szakmai felkészültségüket.